A forgalom az úgy megoszlik kb. 50-50%, 50%-át a forgalomnak a cigaretta teszi ki, a másik 50%-ot a végsütemények, tejtermékek és egyéb csípszüdítő, sörök. A legnépszerűbb árucikkeket sorolja ennek a szabadhegyi kisboltnak az eladója. A friss pékárut, a szeszes italokat és természetesen a cigarettát viszik elsősorban a vevők, akiknek többsége törzsvásárló a szabadhegyi csemegében. Most még jól megy az üzletnek, de persze itt is tartanak a várhatóan májustól nyíló állami trafikoktól. Mi is tartunk tőle, de a csőd elkerülése érdekében ugye próbálunk fejlesztéseket csinálni, tehát hogy jelen pillanatban állunk, nincsen szeletelt szalámi, tehát későbbiekben erre lehetőség lesz, szeletelt szalámira bővítjük a pékáró palettát, és a vevő igényei szerint próbáljuk kialakítani ezeket a dolgokat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint kisboltok százai húzhatják le a rólót a trafiktörvényhez néhány napja benyújtott módosító javaslat miatt. Ez alapján ugyanis az újonnan induló nemzeti dohányboltok nem csak cigarettát, hanem például szeszes italt, üdítőt, ásványvizet és kávét is árusíthatnak majd. Mivel fogyasztás növekedésre nem nagyon lehet számítani, az OKS úgy véli, a kis élelmiszer üzletek forgalma hatalmasat eshet. Emiatt pedig sokan végleg lehúzhatják a rolót, kivéve persze, ha megpróbálnak előre menekülni és kisebb fejlesztésekkel úgymond feldobják az üzletet. A több lábon álló kiskereskedések ugyanis biztosan életben maradnak, az állami trafikok beindulása után is.